hajléktalanok ritkán értesülnek az ételosztó eseményekről. A legpraktikusabb megoldás tehát elvinni hozzájuk az ételt. Ez az alapvetése a Debrecen Bike Mafiának, melynek munkáját számos iskolai közösségi szolgálatos diák segíti. Két hetente szoktunk főzni adományokból, és most már elértük azt, hogy 100 főre tudjunk főzni. Először vannak az előkészületek, krumplipucolás, hagymapucolás, alapanyagok előkészítése, utána zajlik a főzés, kidobozolás, és aztán indulnak a csapatok. Az egyik csapat az megy az erdei részekre, a másik a déli részekre a városban, a harmadik pedig a belvárosban több ponton jelenik meg, illetve vannak mozgó emberek, akikkel útközben találkozunk, és szintén kapnak az adományunkból. Gyakorlatilag a szociális érzékenyítés, tehát a hajléktalan problémának a fiatalok elé, valamint a társadalom elé való tárás, hogy ne negatívan próbáljuk megkezelíteni a témát. A Debrecen Bike Mafia az Új Európa Alapítvány közprogramjának támogatásával végzi munkáját. A legtöbb fiatalt a biciklis kiszállítás vonza, de részt vesznek az étel elkészítésében és a kiszállítás megszervezésében is. Azt tapasztalatom, hogy például a konyhában elég ügyetlenke mindenki. És tehát, hogyha valaki már azt, hogy a főzésnek az örömei, gyönyörei, nehézségeit már így elé tudjuk tárni, valamit otthon esetleg kés ragad, vagy fakan alatt, és akkor tud segíteni, akkor ez már egy ilyen pozitív hozadéka lehet akár a bike mafiás tevékenységüknek. Tehát ne csak kerózzon, segítsen, kiszállítson, és tehát jól érezze magát a csapatban. Én nem vagyok otthon a főzésben, de jól éreztem magam, miközben együtt dolgoztunk. Mindig meg szoktam mutatni azt a mozdulatot, ahogy mondjuk egy X-es először ad át egy csomagot, és így adják. Nálunk ez nem így van már egy idő után, tehát hogy az az X-es, aki így adta át a csomagot, először a hajléktalannak most már úgy adja át, hogy van Jani bátyám, vagy nem tudom. Tehát hogy azért látszik a fejlődés, és az, hogy ők érzékenyülnek. Illetve az is látszik, hogy ha bárki mondjuk hajléktalanokat sértő megjegyzést tesz a környezetükben, akkor igenis kiállnak a hajléktalan mellett, hogy én találkoztam olyannal, aki pont nem ezt a sztereotípiát hordozza. Általában ők megköszönik, kedvesek, nagyon örülnek nekik, mert általában nagyon ritkán tudnak meleg élelemhez jutni. Jó ez, és látni azt, hogy nevetnek, megköszönik. Néhány emberrel közelebbről is megismerkedünk, és megható történeteik vannak.